Na gyerekek, hova tesszük a pénzt? Hova tesszük az elektronikus pénzt? Mikor ma kibányáztuk, ugyes van egy kicsi, vagy ha akarsz adni, venni, kicsit kísérletezni vele, hozzászokni a Bitcoin vagy Ether adásvevéshez, vagy vásárláshoz vele, ugye már Bitcoin már sok helyen elfogadnak. No, de ugye kell hozzá egy pénztárca, elektronikus pénztárca. És ez olyan tulajdonképpen, mint egy bankszámla. Sokféle fajta van, hideg, meleg, huha, kemény, mobil, desktop. Tehát ugye Google-ba beütött Bitcoin Wallet, kijön 1 millió oldalas, olvashatsz, tanulmányozhatod őket. De röviden ugye annyi, hogy van egy hardware wallet. Itt vannak a különböző hardware wallettek. Ledger, Keepkey, Trezor, azt hiszem a legújabb, nem, ez a legújabb Ledger, augusztus 2016. Na de ezekkel ugye az a baj, hogy ez pénzbe kerül, tehát ezt kezdőknek nem ajánlom. Ha csak ugye nincsen egy jó tőkét, de így most inkább ilyen budgetbe beszélünk ilyen szerény tőkéjű embereknek. Úgyhogy egyelőre, hogyha most kezdesz neki bitcoinozni, akkor én azt ajánlom, hogy egyből ne szökjél bele és költsd a pénzed egy hardware walletre, hanem legelőször próbálj ki egy online walletet, mert az a legegyszerűbb, tehát a web wallet, és az nagyon egyszerű, tehát nyitasz egy accountot, például a Coinbase-el, az egyik legismertebb. De attól függ ugye, hogy mikkel dolgozol. Most már a Coinbase Ethereum supportot is hozzáadott egy pár hete. De itt van a Kraken, és itt van a Poloniex. Például, ha klasszikus étert akarsz bányászni és eladni, akkor a Poloniex vagy a Krakennál nem kell csinálni, mert a Coinbase-en nem tudsz klasszikus étert, csak Ethereumot. Na, mindjárt megmutatom a Coinbase accountomot, hogy hogy néz ki. De, ja, hát ugye el kell olvasni, mert sokféle fajta van. Ugye van mobil, Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry, Desktop, Windows, Mac, Linux. Mindenkinek van valami hardware, ugye ez a ami egy ketyere. Ugye ez a legbiztonságosabb a hardware, de el is lehet veszíteni. De hogyha elveszíted is, nem tudják felhasználni a bitcoinjaidot. Na de vannak különböző recovery optionok, tehát ja. Tehát a webes wallettek, ezekről ugye azt kell tudni, hogy ezek a legkevésbé biztonságosok. Tehát amit egy ilyen helyen tartasz, ugye ezek tőzsdék tulajdonképpen. Ezeken ugye lehet kereskedni, adni, venni, úgyhogy ez hasonló, mint egy tőzsde, mint mikor részvényeket adsz, meg veszel. Úgyhogy ez nem csak egy sima elektronikus pénztárca már. Tehát ugye jön automatikusan minden ilyennál jön egy Bitcoin cím, meg a Coinbase-el jön egy Ethereum cím is. Cím, számla hívjuk, minek hívjuk, bankszámlának. Hát, ja, és amit letöltesz, hol van? Ja, például itt van például az Electrum. Ezzel kísérletezek most. Már eddig én is csak azokat használtam, a Coinbase és még egyet-kettőt letöltöttem, de régebben most újabban utána néztem, és ezt az Electrumot fogom kipróbálni. Nagyon jó, sok feature van itt neki. Cold storage, tehát private key-ket offline tudott tartani, meg multi-signature, proof checking, ja, sok mindenne. Na, de ugye el kell olvasni, mert például vannak ilyen honlapok, ahol kaptok ilyen összehasonlítást, ahol összehasonlítja hot wallet, ez a, ugye ami hot wallet, az ami
a kevésbé biztonságos Cold Storage az a legbiztonságosabb. De az ugye, mikor már sok, mikor van jó sok bitcoinod, vagy nagy volumba tradelsz, az online, a tőzsdéken csak annyit tartsa a pénzt, amennyit mindig azt mondják a szakik, amennyit megengedhetsz magadnak, hogy elveszítsél. Tehát ne tartsa sok ezer dollárt, vagy sok bitcoint a tőzsdén, hanem hogy most mondjuk van, akarsz venni 10 bitcoint, az 600 dollár, egy bitcoin 10 darab 6000, beteszel 6000 dollárt a tőzsdétbe, a Coinbase-be, veszel 10 bitcoint, és akkor a 10 bitcoin megfogod, átutalod a HI számítógépedre, Electrum, vagy egy egyéb Bitcoin Core, vagy valamelyik HI pénztárcába, HI számládra. Azért ne legyen ott a tőzsdén, ugye, mert a tőzsdén lássátok, hogy a Mt. Gox-szal mi lett, meg a Bitfinex-szel most egy hónapja, néhány hete rabolták ki a Bitfinex-től 70 millió dollárt, és szocializálták a veszteséget, ugye mindenkinek, akinek volt ott egy kontja, mindenkitől egyenlően levontak 36%-ot. Úgyhogy tegyük fel, ha bányásztál egy-két bitcoint, ja, te vegyed ki, tegyed a számítógépre. És aztán ugye annyiszor transferálod, ahányszor akarod, tehát a géped meg az exchange körül. Na most már meg kell nézni ugye a tranzakciós költségeket, mert minden tranzakcióra van egy kis költség. Na, de maradjunk most csak a pénztárcáknál, ez egy ilyen bevezető lesz, mert ugye erről lehetne sokat, sok felé el lehet kalandozni, mikor elkezdesz beszélni erről, de itt ugye megmutassa, milyen feature-ök vannak. Tehát Coinbase-nél például van web interface, mobil app, nincs desktop client, tehát nem tudod letölteni is felinstalálni a gépedre, és leírja, hogy mi a plusz meg a mínusz. És itt a ja, videó review-ok is vannak, meg hogy kell felszetappolni, meg minden. És multi bitcoin, Electrum. Ja, ez az Electrum, ez elég jó, könnyű súlyú. Ja, ezt töltsétek le, és lehet vele kísérletezni. Én is látom. A másik laptopomon már csináltam egy wallet-et. Többféle opció van, mikor indítod, akkor megkérdezi, hogy milyenféle fajta security-t akarsz. Tehát create a new wallet, egy újat csinálja, csinál standardet, vagy two-factor authentication, multi-signature, vagy hardware wallet. Na de annyi számlád lehet, amennyit akarsz, tehát nyithatsz többfélét, mindenik fajtából nyithatsz egyet, csak az, hogy mindeniknek egy különböző, tehát egyedi számlat címe lesz. Tehát akkor mutassam meg élőben, hogy néz ki. Na tehát itt van, be vagyok jelentkezve a Coinbase accountomba, és akkor itt láthassátok balról az accountokat. Majd BTC wallet, itt van a Bitcoin számlám, van benne egy kicsi apró pénz, nem sok. És akkor itt megnézed ugye a címet, tehát ez a pénztárca a címet. Ezt ugye nem kell titkos, hogy ezt megmutathatom bárkinek, mert azzal senki nem tud semmit csinálni. Tehát annyit tudsz csinálni, hogy tudsz erre nekem pénzt küldni, Bitcoin küldeni. Na, és akkor ugyanígy, ott van az Ether wallet, itt ugye láthassátok a bányászásból, amik jönnek be, 10-11 dollár, tehát van 55, majdnem 56 dollár, bányáztam már. És ezt, itt van az Ether címem, ezt ugye már láttátok az előző videóban.
ide jön a banya a Szarsgóbé ezt a címet kell betenni. Do not send ETC, tehát az ETC-vel nem működik. Na, most lássátok, egy 18-án jött be az utolsó, ma már 20-a, vagy 19-es, nem tudom mennyi, de most már azért nem jött a következő, mert most kipróbálom a klasszikus éterbe anyászás, most átváltottam arra egy darabig, mert úgy néz ki, az egy kicsit többet hoz a konyhára. Na, tehát így néz ki, és USD wallet, ugye ott a bankszámlám van, és itt is át tudsz utalni, ugye a vaultba át tudsz helyezni pénzt, vagy bitcoint, vagy ethert, nem dollárt, hanem bitcoint, vagy ethert. Na, és akkor, hogyha akarsz, itt tudsz ugye tradelni, tudsz pénzt küldeni, pénzt kapni, adni, venni. Ja. Tehát itt van például én, hát akarok utalni ethert. Mondjuk 5 ethert. 55 dollár, átutalom a bankszámlámra. És 83 cent bekerül nekem. Ó, várjál, bocsánat, mert eladni akarok. Tehát ethert eladni. 5 ethert. Ja, és itt megmutassa, hogy mennyibe kerül. Na. Úgyhogy ez a legkönnyebb, nem tudom, minden országban működik-e a Coinbase, úgy hallottam, hogy nem, de nem néztem utána. És, de meg kell nézzétek, tehát mindenkinek, hogy melyik lehet, van akinek Poloniex jobb, vagy a Kraken. És nyissatok egy kontot, és próbáljátok ki. És akkor letöltesz egy elektrumot is. És ugye ezeken a tőzsdéken ezeken tudod átcserélni, tehát ha bányászol ethert, vagy klasszikus ethert, akkor ezeken át tudod cserélni bitcoinba, és akkor a bitcoint átutalod az elektrum pénztárcádra. Vagy eladod, ugye? Dollárba, s a dollárt teszed a bankszámládra. Na. Úgyhogy kell kísérleteznie, elolvasni, melyik a jobb. Mondom, jelenleg én a Coinbase-en van egy accountom, egy a Poloniex-en, az ATC miatt, a klasszikus Ether miatt, és az elektronik, az elektrum a gépemen. És ja, egyelőre ez nekem elég. Majd, ha sok pénzem lesz, akkor veszek egy ilyen izét is, ketyerét. Van külön Ethereum pénztárca is, de egyelőre nem látom értelmét ezzel tökölni. Ja, van letölthető változat ennek is, és van online változat is, tehát webes változat, de minek, mikor a Coinbase-el és a Poloniex-el jön startból. Ja, meg az ugye, hogyha letöltöd, akkor itt mindenféle beállítások vannak, meg azt a backupolni kell minden. Úgyhogy könnyebb, egyszerűbb az internetes verziókkal, a Coinbase-el dolgozni, vagy a Poloniex-el. De a lényeg az, hogy nem szabad túl sok pénzt ott tartani. Tehát mikor valamit adsz, veszel, akkor oda teszed a pénzt, eladod, elcseréled, és akkor utald át a bankszámládra, vagy a hely számítógépre az elektrum, vagy valamelyik más elektronikus pénztárcába. Na, ennyi, egy kis rövid bevezető az elektronikus pénztárcába, és
Akkor majd csinálok majd videót külön így a tőzsdérős, az adás vételős, főleg a Poloniexről le, az éterrás, az klasszikus éterrás. Ott egyebeket is lehet csinálni, ugye margin trading, day trading, vagy minek hívod ezt az adókveszeket. Na jó. Ennyi volt. Ha van kérdés, írjátok meg alul kommentekbe, és akkor majd következő videókban megválaszolom. Én se tudok ugye mindent, sok mindent ki kell tanulmányozni. Ugye viszonylag új ugye ez az egész elektronikus cryptocurrency dolog. Úgyhogy lássátok naponta, nem naponta, de hetentes havonta jönnek ki új érmék, meg új szoftver, meg minden. Úgyhogy, de évezetes, na ez a jövő szerintem, úgyhogy érdemes ebbe belefektetni egy kicsi időt, meg egy kicsi pénzt kitanulmányozni se. Ja. Egy kis pénzt is lehet keresni vele, hogyha ügyes vagy, és kitartó. Úgyhogy, miért ne, gyerekek, miért ne csinálnám? Na jó, pa.